kétségbeesések, ezek mai idegrendszerrel is áttérhetők. Tehát a szereplők, a színészek saját problémájukat tették, vagyis felismerték önön problémáikat és önön világukat a szerzőben, és azzal az idegrendszerrel éltek a jelenetekben, amivel egyébként élnek a hétköznapokban. Olyan szélsőségeket és olyan vad és tomboló érzelmeket vittek a jelenetekbe, amelyeket talán későbbi darabokban inkább szoktak megmutatni, mint Csehov darabjaiban, de ez is azért van, mert ma így és ilyennek látjuk és éljük az életet. Van ennek társadalmi politikai oka is. A 85-ös évben mutattuk be ezt a darabot, de a 80-as évek első felében a magyar értelmiség rettetes sor nyugtalanságon ment keresztül. Úgy tűnt, hogy minden ellenkező híreszteléssel szemben ez a szocializmus már soha nem fog véget érni. Mindannyian rendkívül izoláltak éreztük magunkat, nem láttuk a kitörési pontokat, miközben már minden rohadt szét, és minden ingot alattunk. És már lehetett olvasni számvizsgálatokat, és az ember érezte, hogy más utak és más lehetőségek is kezdtek felderengeni itt a mi tájékunkon is, de a represszió még igen erős volt, noha már puhult és gyengült. Ebben a nyugtalan helyzetben, de egy olyan helyzetben, amikor az ember már világosan látja, hogy a dolognak vége lesz, ha a három nővér különösen érvényes. Az a dolog, hogy van valahol egy Moszkva, valami más világ, valami más dolog, ami felé törekednünk kell, és az a súlyos szemrehányás, amit teszünk magunknak, hogy mégsem tudunk eléggé felé a képzeletbeli Moszkva, egy ideális világ felé menni, és itt tespedünk, tunyulunk és rohadunk ebben az életben, ami semmilyen irányba nem mozdul. Ennek az életérzésnek volt a kifejezője, akkor szerencsés módon az előadás.